A Marosvásárhelyi Ügyeskezek Alapítvány 1996-ban alakult, a gyökerei azonban egészen 1991-ig nyúlnak vissza. Szülőkben fogalmazódott meg, hogy szükség lenne egy olyan helyre, amely rendszeres foglalkozásokhoz nyújt lehetőséget fogyatékos gyerekek számára. Napjainkra ez már átalakult, és a cél, hogy fogyatékkal élő felnőttek számára tegyenek elérhetővé terápiákat, nyújtsanak fejlődési lehetőségeket. Egy olyan keretet, ahol elfogadják őket, ahol szeretik őket, és ahol megélhetik a közösséget, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, de ahol önállóságra nevelődhetnek, önállóságot tanulhatnak, ahol, nem tudom, megpróbáljuk kihozni a legtöbbet, amit tudnak, mármint olyan értelemben, nem mint egy sportolóból, hogy a maximumot, hanem hogy a képességeiket kihasználják. Mindent, amire képesek, azt tudják megtanulni, és tudják a hétköznapi életben használni. Az alapítvány legfiatalabbja 18 éves, a legidősebb idejáró pedig 56. Legtöbben 30-40 év körüliek, 6 szakmabeli munkatárs segíti a mindennapi program leszervezését és lebonyolítását, köztük Nagy Sarolta, aki közel 7 éve dolgozik az alapítványnál. Azért szeretek itt dolgozni, mert úgy érzem, hogy egy igazi nagy család vagyunk, egy közösséghez tartozhatunk, és a sérültekkel való munka során, hogyha úgy éreztem, hogy nekem a személyes életemben van valami nehézség, akkor igazából itt mindig másképp ráláttam dolgokra, hogy azok a személyes dolgok eltörpülnek. A tevékenységek általában kézműves foglalkozásokból állnak. Agyagoznak, festenek, kézimunkáznak, subákat, gyertyákat készítenek. Hát itt a gyertyaüldözében mindenkinek az a feladata, hogy először a viasztat töltik a formákba, és azután öltesztik ezeket a színeket. Te mit szoktál csinálni? Én olyankor szoktam sok mindent csinálni, például, hogy török is, meg öntök is. Elek Lóránc szintén a gyertyakészítésnél segítkezik. Amikor megtudta, hogy az RDTV Mozaik című műsorától vagyunk, meglepetésünkre elkezdte dúdolni a főcímdalunkat. Ez a mozaik, ez a mozaik. Nagyon jól érzem magam, hogy minden csütörtökön van a pszichológia, meg járunk turnázni, meg tevékedünk a gyertyákon, meg minden. Hát meg járunk lovagolni, járunk úszni, járunk Magyarországra, Beregfürdőre, Rómába, Hegyköztön Miklósra, minden. Nagyon jól telik minden itten. Barát Gergely azt is elárulta nekünk, hogy milyen ünnepségre készülnek a közeljövőben. Minden februárban szokott lenni farsak. Minti feszült a öltözi, tavaly előbb azután volt a itirá, akkor volt a poáó. A gyertyaöntődéhez hasonlóan a suba készítésnél is rendkívül lelkesek voltak, és bemutatták azt is, hogyan készítik a szőnyeget. Hát nagyon egyszerű. Először is megfogom a cérnát, összefogom, szépen, nyugodtan, így, megfogom a tűt, beteszem a subaanyagba, beakasztom, utána behúzom, egészen bent van, ezt így átfogom, a kis lapát összelakja, és kihúzom, és benne van. A legnagyobb kihívás az, hogy jönnek a szülők, hogy végeznek a gyerekeik az iskolában, és hogy szeretnék, hogy továbbra is foglalkoztatásban legyenek, és mi meg már rég túlléptük a határainkat. Ez egy nagyon nagy kihívás, mert nagyon nehéz azt mondani egy anyukának, aki ide bejön, ma is volt egy ilyen pont, mielőtt megérkeztek, hogy hát nem biztos, hogy tudjuk fogadni, vagy szinte biztos, hogy nem tudjuk fogadni, és akkor már most úgy vagyunk, hogy az utolsó két emberünket ilyen heti egy alkalomra fogadjuk.
Vannak bizonyos szabályok, amelyeket az alapítványnak is be kell tartania, így sajnos nincs lehetőségük minden jelentkezőt fogadni. Ez azért van, mert kicsi a hely és kevés a foglalkoztató személyzet. Az igény viszont óriási. Ha bármilyen módon szeretnék támogatni önök is az Ügyes Kezek Alapítványt, akkor ne habozzanak és tegyék meg!